A gyulai állatmenhelyen minden nap azon dolgoznak, hogy ellássák, elhelyezzék a kóbor vagy elhagyott kutyákat és macskákat. Az energiaárak emelkedése és az infláció miatt egyre nehezebb feladatok várnak a menhely dolgozóira, hiszen ezen okokból válnak meg a legtöbben állataiktól. Akadnak, akik személyesen bízzák az állatvédőkre kedvenceiket, de sajnos még mindig sokan a helytelen megoldást választják. Az a baj, hogy mi hiába próbálunk segíteni ezeken az állatokon, és nem hagyjuk az utcán őket, amit csak meg tudunk fogni, mert van olyan is, akit egyszerűen képtelenségbe fogni, mert annyira riadt, annyira fél, és annyira nem érti, hogy most mi történik, hogy sajnos azokra nem ismerek gondolni, hogy milyen sors vár. De egyszerűen nem tudjuk az embereknek megmagyarázni, hogy nem ez a megoldás arra, hogy túléljük ezeket a nehéz időszakokat, ami esetleg még nehezebb lesz, de nem az a megoldás rá, hogy az állattól megválunk, hiszen örökbe fogadtuk, mi akartuk, és onnantól kezdve kötelességünk vigyázni rá, és megadni neki mindazt, ami tőlünk telik. A kennelek kényelmesebb ététele, a szalma folyamatos cseréje, és a táplálék biztosítása mindennapos feladatot jelent. A menhely dolgozói folyamatosan keresik a lehetőséget az állatok helyzetének megkönnyítésére és a segítségnyújtásra. Az igazi áttörés érdekében viszont a másik oldal, azaz az állattartók szemléletváltására is szükség van. A kóbor állatok száma Tölgyesi Anikó elmondása szerint országszerte emelkedik. A helyzetet rontja a felelőtlen szaporítás és az ivartalanítás figyelmen kívül hagyása. Nem tudom, hogy mi fog történni ezekkel az állatokkal. Ők nem tehetnek róla, hogy megszülettek. Én már ezt elmondtam többször. Nem ők felelősek azért, hogy vannak. De igen, mi vagyunk a felelősek értük, hogyha megszülettek, akkor gondoskodjunk róluk. Akármilyen nehéz a helyzetünk, akármilyen magas a gázszámla, akármilyen drága az élelmiszer, nekünk akkor is gondoskodnunk kell róla. Én szeretném, ha ez eljutna az embereknek a tudatába, és a lelki ismeretük is azt diktálná, hogy erre nem ez a megoldás, hogy megválok tőle és kidobom. Tölgyesi Anikó elmondta, a megoldást legfőképpen a felelős állattartás és a hozzáállás megváltoztatása jelentené.